Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, jelenleg Kelenföldön vagyok, még pedig a 25-ös váltónál. Ezért innen csinálok egy rövid vlogot. Ez régebben egy ilyen kedvelt fotós hely volt, hát most már ugye kevesebben járnak ide ki. Hát, ilyen már unalmasak az innen készített képek biztos. De azért elég sokan nyomot hagytak itt a korlátokon, nézzétek meg, egy pár közérdekű közlemény van, ezeket most végignézem. Néhány éve már így próbáltam egy párat megfejteni. Hogy mi lehetett, hát kíváncsi vagyok, mennyi maradt meg belőle. Hát persze, ha jön valami, akkor ezt levideózom. Az előbb is jött egy betonaszos konténer vonat, de hát nem fogok is sokáig maradni. A B. Gyula például megörökítette itt magát. Van mellette egy őrült doki is. Meg itt van egy szabáló. Szabáló, na hát ezt fejtse meg valaki, mert én ezt, nekem ötletem sincs, hogy ez mi lehet. És ott van egy földbejárat oda várva. Befostál, hát. Az kellemetlen. Mobil WC-t nem telepítettek a fotós helyre. De mondjuk a csatorna közel van, legalább ki tudja mosni. A helyes írás bajnok pedig a külső nemi szervét ajánlotta föl étkezésre, mint látjátok. Bogdán József vezetésével nyolt ki a picsán. Bogdán József a picsa kinyaló kisiparos, vagy szakiparos. Erről a földről meg közben lemaradtunk, nem baj. Ami elől van az is piros, ugyanúgy néz ki, mint ez. Azért visztek jó volt az előző, de szóval a Bogdán József vezetéséhez az 1996-os halálverést örökítette meg. Ez pedig később keletkezett. Hát egy simán csak közönségesen Dávid, semmi egyéb közérdekű információ. Ezt sem tudom hova tenni ezt az üzenetet, de hát látjátok, már 9 éves elmúlt. Ugye valószínűleg már nem up to date. És a farkaskrán. Ez meg valamelyik szombathelyi IC lehetett, vagy gyors, gyeseves vekivel. Kötés 21-szer másfél is BKV. Itt egy újabb közérdekű közlemény, és egy másik. Látjátok itt a vége, és maga, ami a hely kapta az elnevezését, az ott van a 25-es számú váltó. Hát egyébként azért volt népszerű egy időben, itt volt, amikor egy komplet csapatfotós volt szinte mindig. Nagyon sűrű itt a forgalom, ugye mégis több fővonal, tehát itt van az 1-es, a 30-as, meg a 40-es is. Tehát még ha csak a bemetelen jön tehervonat nélkül, akkor is elég sűrű forgalom, tehát átlagosan egy ilyen 15 percenként jön valami, hát, és kb. 10 perce vagyok itt, és már nem tudom, már legalább 4 vonatot levideóztam. Itt, hogyha néhány óráig ide kijön az ember, rengeteg vonatot tud fotózni, meg videózni. Hát aztán utána már idővel kezdtek unalmassá válni ugyanazok a képek, a legtöbb a Facebookos csoportban, ahol ugyaninnen, ugyanabból a szögből, a sokadik ugyanolyan vonat, vagy ugyanolyan felett, ugyanolyan LCH-t, Aurus, stb. Meg hát az a társaság, akik a közeli lakótelepen laktak és rendszeresen jártak ide fotózni, ők elköltöztek innen, és azóta meg már ugye nem jár ide ki senki, vagy legalábbis nem olyan sűrűn. Közben úton visszafele, Kelenföld vasútára, másik, ahonnan majd villamossal vagy metróval megyek tovább. Ez a 25-ös váltó bemutató rövid vlog, ez ennyi volt. Hát köszi, hogy ezt is megnéztétek, majd találkozunk legközelebb. Sziasztok!